Jelmezes mai zenei hangzással kísért előadás készült a Harkenyi Gyógyvíz és az Ördög szántotta hegy legendájából. Ezt a negyedórás darabot előadták a Harkenyi Szüreti Fesztivál színpadán is a hétvégén. A település polgármestere azt mondja, ilyenkor emlékeznek meg arról, hogy Harkeny várossá vált, és ezt a Szüreti Fesztivállal koronázzák meg. Egész nyáron fürdőváros révén folyamatosan folynak a programok a városban, és ez az utolsó olyan nagy szabadtéri rendezvényünk. Hát mondhatjuk úgy is, hogy a szürette legyen értékű, bár Harkányban is igen komoly szőlőterületek vannak, és már egy hete elkezdődött a szüret, de hát a szüret is a szezonnak, vagy a mezőgazdasági szezonnak a zárásának mondható. Hát mi a fürdőszezont, vagy a strandi szezont zárjuk ezzel ünnepeljük meg. A városvezető azt mondja, a Covid, illetve a járványhelyzet alatt a vendégkör jelentősen átalakult. Ezzel párhuzamosan a fürdőben jelentős fejlesztések, változások történtek, tehát elindult az új élményfürdő, a beltéri gyermekvilág, a kültéri gyermekvilág, tehát igazából most azt lehet mondani, hogy a Harkányi fürdő az 0-tól 100 évesig mindenkinek megfelelő kikapcsolódást nyújt, és ennek megfelelően lett a program is hangszerelve, tehát hogy olyan fellépők és olyan műsorszámok kerülnek megszervezésre, ami kiegészíti magát a fürdőzést is, vagy az utolsó nyári hétvégét. A fesztiválon hazai és külföldi sztárok is felléptek. A nyitónapon Boban Márkovics zenekar adott koncertet a Baranyai fürdővárosban.